Januárban több szabadkai autós iskola is akciót indított, melynek során jóval kedvezményesebb áron lehetett beiratkozni a járművezetői tanfolyamra. Ezt a lehetőséget kollégánk Úri Szűcs Bence is kihasználta. A 40 elméleti órát viszonylag gyorsan lehallgatta, de a vizsgája előtti napon a válságtörzs szigorító intézkedéseket hozott. Hívtak az autóiskolából előző nap, hogy most lemondták ezt a vizsgát, áttették egy másik dátumra. Most az új dátum 29-e lett, ami így nem hangzik olyan rosszul, mivel hogy gondolná az ember, hogy van több idő gyakorolni, kigyakorolni kérdéseket, stb. De hát én felkészültem az előző dátumra, és ez most csak egy nagy hátrány nekem, mivel így sokkal később jutok oda, hogy a gyakorlati részt le tudjam rakni. A múlt heti 5 napos korlátozás miatt teljesen leállt az elméleti oktatás, és a vizsgákat sem tarthatták meg. Tudtuk meg Erdődi Csongortól, a szabadkai Kompass autós iskola elméleti oktatójától. Most igyekeznek mielőbb pótolni az elhalasztott vizsgákat, ezért rendkívüli vizsgaidőszakokat szerveznek. A gyakorlati vizsga szintén el volt halasztva, de a gyakorlati oktatás zavartalanul történt, zajlott, és folytatódik továbbra is. Ami a létszámkorlátozást illeti a tantermekben, ugye ez az 5 napos korlátozás óta megfeleztük a diákok létszámát a tanteremben, az azt jelenti, hogy 18 diák helyett 9-en vehetnek részt az elméleti oktatásba, azaz minden padban egy diák ül, úgyhogy mindenkinek jut a számítógép. A szakember elmondta, a védőmaszk használata kötelező mind az elméleti, mind a gyakorlati órákon. A vizsgákon, a maszkon kívül gumikesztyűt is használniuk kell a diákoknak.